Hargita Kovászna is Maros megye tanácsa is csatlakozott ahhoz a megállapodáshoz, amelyet az RMDS kötött novemberben a Romániai Magyar Gazdák Egyesületével. A három megyeelnök Borgoly Csaba, Tamás Sándor, Péter Ferenc december 6-án írta alá az Összefogás a vidékért című dokumentumot a Csíkszeredai megyeházán Sebestyén Csaba RMGE elnökkel. Az egyezményben a felek vállalják, hogy együttműködnek az erdélyi magyar vidék érdekében, a falu kulturális értékeinek megmentésében és gazdasági megerősödésében, valamint egy erdélyi vidékfejlesztési stratégia kidolgozásában. Sebestyén Csaba szerint a gazdák megmentéséért társadalmi összefogásra van szükség, mivel az utóbbi időszakban a leginkább mostoha sors a vidéknek jutott, a gazdák a termékeiket egyre nehezebben értékesíthetik, a támogatásokat későn kapják meg. Hát azt a megállapodás, amit Kelemen Hunor elnök úrral néhány héttel ezelőtt aláírtunk, úgy gondolom, hogy nem csak szimbolikus jellegű, hiszen az erdélyi vidéknek mindenképpen úgy gondolom, hogy megmentésre van szüksége, hiszen az elmúlt időben azt tapasztaljuk, hogy főleg a kis településeink egyre inkább elnéptelenednek, az erdélyi vidék egyre inkább előregedik. És hogyha jó nemzetstratégiába akarunk gondolkodni, akkor mindenképpen jó gazdasági stratégiába kell elsősorban gondolkozunk, és hát ezen belül, mivel hogy az erdélyi magyar vidéki lakosaink többsége mezőgazdaságból él, jó mezőgazdasági stratégiába kell gondolkozni. Tehát mi azt szeretnénk ezzel elérni, hogy egyrészt ugye valamiképpen összhangba hozni a politikai eszközöket, a szakmai érdekelmi eszközökkel a kisgazdaságok, középgazdaságok, családi gazdaságok megmentése érdekében, és ehhez hozzárendelni az önkormányzati eszközöket is, és hogyha majd lehetséges, akkor a kormányzati eszközöket is. Borbol Csaba Hargita megye tanácsának elnöke elmondta, hogy az egyezményből, amit Kelemen Hunor szövetségi elnök aláírt Sebestyén Csabával, a székelyföldi szeletért szeretnének felelősséget vállalni, mint megyeelnökök, és azt szeretnék elérni, hogy a törvényhozók ne csak a román alföld gazdáinak érdekeit tartsák szem előtt. Minimálisan székelyföld szintre, de akár egész Erdély szintre, akkor tudunk érdeket érvényesíteni, hisz a nagy latifundiumok érdekei a Kárpátokon túl teljesen más, mint a székelyföldi kis területes gazdaságok vagy közepes gazdaságoké. És e tekintetben fel kell emeljük a hangunkat, el kell tudjuk mondani Bukarestben is, hogy van itt egy itteni érdek, el kell tudjuk mondani, hogy mi hogyan látjuk, hogyan szeretnénk a fiataljainkat itthon tartani, hogyan szeretnénk a fiataloknak életkedvet csinálni, hogy gazdálkodjanak, hogyan szeretnénk szakképzés terén, hogyan szeretnénk különböző rásegítő, ráerősítő tevékenységek szintjén a gazdálkodók mellett állni, hisz vannak a közepes szintű gazdálkodók, akiknek a versenyképességét kell növeljük, és őket kell képviseljük belföldön és külföldön, esélyt kell nekik adni, és vannak a kisgazdaságok, a családi gazdaságok, amelyeknek a száma, hál' Istennek, akár a székely termékmozgalomnak, akár más projekteknek köszönhetően egyre inkább nő. Péter Ferenc Maros megye tanácsának elnöke kijelentette, élhető vidéket szeretnének, amelynek megteremtésében az önkormányzatoknak is szerepe van. Természetesen, hogy mindannyiunk számára nagyon fontos a vidék, tehát hogy az önkormányzatok szerepe a vidékfejlesztésben mennyire fontos, azt hiszem, hogy mindannyiunk számára ez nagyon tisztán látszik, hogy maga a vidékfejlesztés az alapja lehet a társadalom fejlődésének, és itt az önkormányzatok szerepe is nagyon fontos, úgy a helyiek, mint a megyei önkormányzatok szerepe, azért, hogy minél élhetőbb vidéki településeken élhessenek azok a személyek, akik ezt választották, és főleg az, hogy olyan életteret biztosítsunk a fiataljainknak, hogy igenis itthon maradhassanak. Itt nagyon fontos szerepe van az önkormányzatoknak, de ugyanakkor nagyon fontos szerepe van a gazdatársadalomnak, a gazdatársadalom összefogásának, és ez azt jelenti, hogy ma ami az aláírásunkkal megbélyegeztük ezt az együttműködést, hogy az erdélyi magyar gazdatársadalom és az önkormányzatok összefognak, hogy igenis vidékfejlesztésbe gondolkozzunk, és minél jobb életteret biztosítsunk azoknak, akik itthon szeretnének maradni, itthon szeretnének dolgozni, itthon szeretnének vállalkozni. Tamás Sándor Kovászna megye tanácsának elnöke kijelentette, az elmúlt 98 évben a romániai magyarság megtanulhatta, hogy képviselnie kell saját érdekeit. Az elmúlt 98 évben ebben az országban megtapasztaltuk, hogyha nem mi rendezzük, képviseljük a saját érdekeinket, akkor mások fogják megpróbálni igazgatni a mi életünket. Éppen ezért igazán fontos, hogy mezőgazdasági kérdésekben és másban is olyan önszerveződő rendszereket hozzunk létre, amelyek a székelyföldi emberek érdekeit szolgálják.
mezőgazdasági kérdésben a szövetkezeti rendszer például egy ilyen működő, már működő rendszer itt Székelyföldön. Köncei Csaba, a Kovászna megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője, az RMDSZ képviselője szerint a gazdák nem érzik magukat biztonságban. Sokaknak elment a kedve a mezőgazdaságtól, a most aláírt megállapodás szerepe pedig éppen a biztonság megteremtése, ami a politikum kötelessége.